Befejezetlen és rossz minőségű munkára panaszkodnak a 43 A-lépcsőház lakói. A középmezőnyben zárta a 4. téli ifjúsági olimpiai játékokon való szereplését sífutásban a gyergyószentmiklósi Pál Boglárka. 15 ponttal jobb volt a konstancaiaknál a gyergyószentmiklósi férfi kosárlabda csapat. Hírek a Fénytelevízióban, köszöntöm a nézőket, február 6-án jó estét kívánok! A Gyergyószentmiklósi önkormányzat 2021-ben 18 tömbház felújítására nyert pályázatot, a kivitelező közbeszerzési eljárások keretében választódott ki. Tavaly évvégéig már jó néhány tömbház szigetelését végezték el, de vannak még félbe maradt munkálatok is. Bár látványában szépek a felújított tömbházak, vannak helyek, ahol a munka kívánnivalót hagy maga után. A Virágnegyed 43 A lépcsőház lakói tavaly már panaszkodtak arról, hogy nagy mennyiségű esőzéskor áznak a 4. emeleti lakrészek, most újabb probléma ütötte fel a fejét. Közösségi oldalán adott hangot nem tetszésének egy virágnegyedi lakos, ugyanis az újonnan szigetelt tömbház 4. emeleti erkélyéről lehullott a vakolat, és éppen az alatta parkoló autójára zuhant. Az érintett elmondása szerint szerencsére nem történt nagyobb kár, de akár tragédia is lehetett volna, ha mondjuk egy gyerek vagy felnőtt tartózkodik ott az omlás pillanatában. Az érintett szerint a be nem fejezett munkálatok miatt ázik a terasz teteje, ugyanis ezt az ott dolgozó cég nem fötte le. Az ügyben megkerestük a kivitelező cég vezetőjét, aki megerősítette, hogy valóban nincs befejezve ennél a tömbháznál a munkálat. Azt kell tudni, hogy az épület nincsen befejezve, nincsen átaladva. A másik dolog, hogy kezdeném az elején egy alvállalkozó csoport dolgozott ott, de mindegy, nem is az az érdekes, hanem az attik falnak a dolgát nem tudtuk befejezni, ugyanis eljött Kolozsvárról a bizonyos cég, aki a membránozást csinálta, csak mivel, hogy a lakók egy kicsit a viselkedésükön, a csoporttal szemben olyan mutattak, hogy egyszerűen azt mondták, hogy nem vagyunk hajlandók többet így Gyergyóba dolgozni, ilyen körülmények között, ilyen embereknek. Az, hogy konkrétan milyen probléma merült fel a munkálatokat végző cég és a lakók között, Forika Tibor nem kívánta részletezni. Hozzátette, az attikfal megépítését be fogják fejezni, és kijavítják a problémás részt is. Kihangsúlyozta, bárhol, ahol dolgoznak és valamilyen hiba, probléma merül fel, jelezzék azt a cég fele, hogy tudják orvosolni a helyzetet. A kivitelező cég vezetője hozzátette, a téli időszakban szünetelnek a munkálatokkal, ezért egyelőre nem tudják kijavítani a hibát. Jelenleg nem tudunk semmit csinálni, mivel hogy az egész munkálatok le vannak állítva a téli, úgymond, időszakra. A polgármester úr azt mondta, hogy márciusban, ha az idő engedi, akkor ismét neki tudunk fogni, hogy folytassuk a munkánkat. Jelenleg állványsort helyeztek el oda, ahová a vakolat esett, hogy elkerüljék valamelyest annak a veszélyét, hogy valakire vagy valamire ráhulljon a törmelék. Nemrég a kultúrháznál is hasonló gond adódott, a tető alatt ázott a fal. Ennek okáról is kérdeztük a cégvezetőt. A kultúrháznál olyan gondunk volt, hogy a blokkfelőli része valami jó akaró emberek köveket hanyigáltak fel, és eltörött vagy két cserep, befolytod a víz, mert ott van az a lefődés, ami nem membrános, hanem vízivel van cserepbe. Uh-huh. A cserepek ki vannak cserélve, a probléma van oldva. Forika Tibor elmondta, azoknál a tömbházaknál, ahol teljes egészében befejeződtek a munkálatok és átadásra is kerültek, nem érkeztek panaszok semmiféle problémáról. A projektben szereplő tömbházak szigetelése tavasszal tehát folytatódik, abban a sorrendben, ahogy fizetnek a lakók, tette hozzá a kivitelező cég vezetője. Elégedetlen az egészségügyi szolidaritás. Szakszervezeti szövetség a kormány képviselőivel folytatott tegnapi tárgyalás eredményével és tüntetést helyezett kilátásba március 11-ére,
írja az Ager Press. Az érdekvédelmi szervezet főtárgyalója Viorel Rotilő az egyeztetések után azt nyilatkozta, hogy a kormány eredetileg 20%-os béremelést ígért ugyanerre az évre az ágazat dolgozóinak, a tegnapi tárgyaláson elhangzottak alapján valójában csak 13,9%-kal nőne a bérük. Március 11-én tüntetést tartanak a bukaresti Viktóriai téren, majd ha meg lesz a kellő számú aláírás, általános sztrájkba lépnek. Viorel Rotilő hozzátette, nem tudják, hogy a Sanitas szakszervezeti szövetség tagjai csatlakoznak-e a tüntetésükhöz, mert még nem egyeztettek a kormány ajánlatáról. Valószínű, hogy nem fognak, mivel a Sanitas vezetői 15%-os béremelésben állapodtak meg a kormány képviselőivel. Sikerült elkészítetni az előtanulmányokat, beszerezni az összes engedélyt, lehívni a pénzforrást, mégis elakadtak a Marosvásárhelyi Tüdőkórház felújításával. Ami késik, az a miniszteri rendelet, amely nélkül nem tudják elkezdeni az egészségügyi intézmény korszerűsítését. Minden adott, csak a politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy a megyei önkormányzat elkezdje a Marosvásárhelyi Tüdőkórház korszerűsítését. Sikerült elkészítetni az előtanulmányokat, beszerezni az összes engedélyt, jóvá hagyatni a műszaki terveket, lehívni a pénzforrást, mégsem lehet nekilátni a tüdőkórház felújításának és bővítésének. Továbbá még két másik projekt megvalósításával is várnak. A Marinescu utca egy szám alatti volt belgyógyászat, az urológia belgyógyászat kardiológia épületének, valamint a fertőző klinika intenzív terápiás részlegének a felújításával. Mind a mellett, hogy már az év elején készen volt minden projekt és jóváhagyások meg mindenféle engedély beszerezve, azóta még mindig tologatják kormány szinten, hogy mikor kezdik el ennek a versenytárgyalását, a másik két projektnek pedig még folyik az elemzése, és ott is várjuk, hogy mikor döntenek arról, hogy igenis elindítják ennek a ezt a finanszírozást. Péter Ferenc elmondta, hogy évekig dolgoztak, amíg minden tanulmányt és tervet elkészítettek. A pénz is megvan, mégis hónapok óta késik a miniszteri rendelet, amely nélkül nem tudják elkezdeni az egészségügyi intézmény korszerűsítését. A tervek szerint a régi épületet teljesen átalakítanák, csak a falai maradnának meg, illetve manzárdot is építenének, így bővítve a kórházat. Összesen mintegy 13,6 millió turistát regisztráltak 2023-ban Romániában, azonban közülük 85% belföldi, és csak 15%-uk érkezett a határon túlról, derül ki az Országos Statisztikai Intézet mai közleményéből. Eközben a turisztikai céllal külföldre utazó romániaiak száma meghaladta a 19 milliót, ami 12,6%-os növekedést jelent 2022-höz képest. Országos szinten Bukarestben regisztrálták a legtöbb turistát, a megyék közül pedig Konstanca és Brassó végzett az első két helyen. Németországból érkezett a legtöbb vendég, majd a sort Olaszország és Izrael folytatja. Március közepén indul külföldi kiszállásra a Maros Művész Együttes, addig azonban még itthon is megörvendeztetik a közönséget a Sárga Rózsa és a János Vitéz című előadásokkal. Jól indította az évet a Maros Művész Együttes. Januárban már Magyarországon szerepeltek a Sárga Rózsa és a János Vitéz című előadásokkal. Már most szervezik a további külhoni turnékat. Március 17-én indul az egyik külföldi kiszállás. Lesz előadásuk többek között Sopronban és Zalaegerszegen, itthon Temesváron, majd a Fehér megyei napokon. A kolozsvári magyar napokon teszik tiszteletüket a Maros Művész Együttes táncosai. Egy jó műsorpolitikát alakítottunk ki az utóbbi időben. Többek között január elején elkészítjük azt a naptárt, amivel tevékenykedünk. Egy kicsikét most nehezebb volt ez az időszak nekünk, mivel új bemutatóra készülünk, és az előadások tartása mellett az új bemutatóra kell
időt szentelni, ezért a kollégáim hétvégén is dolgoznak, péntek, szombat, vasárnap, mert egy vendégkoreográfus van nálunk, és ezt a bemutatót április elejére tervezzük. Na de nem szeretnők azt, hogy a közönségünket elveszítsük, úgyhogy eléggé sűrűn tartjuk az előadásainkat. Az e-havi műsorrend február 1-én indult a Sárga Rózsa című előadással, a produkció Jókai Mor 1892-ben írt pusztai regényének alapján készült, amelyben az író szinte egy etnológus igényességével részletezi a Hortobágy természeti és szokásvilágát. A tánc előadásban ennek a paraszti világból inspirálódott regénynek a drámai történetét dolgozta fel a Maros Művész Együttessel Köncei Árpád koreográfus rendező. 5-én hétfőn pedig a János Vitéz című előadással folytatódik a Maros Művész Együttes műsorrendje az intézmény Kövesdombi előadó termében. Egy premier is lesz, mivel hogy farsangot ünnepelünk, a helye húja vigalom lesz a farsangi műsorunknak a címe, amit február 12-én mutatunk be. Itt egy kicsit már hagyományossá nőtt ki, egyféleképpen itt lesz egy kollaborálás a Marci József fotóklubbal, és az előcsarnokban pedig egy farsangi kiállítást fogunk megnyitni, farsangi hangulatban, ahol a kollégáim farsangi maszkokat fognak viselni, és a pánkó sem, vagyis a fánk sem fog hiányozni. Február 21-én vendégszerepelnek a Sárga Rózsa című előadással Szászrégenben, majd szintén februárban, 23-án sor kerül a Maros Művész Együttes János Vitéz műsorára, ez alkalommal Szovátán. Gyergyó Szent Miklós város önkormányzata felhívja az érintettek figyelmét, hogy február 5 és 7-e között 10-től 14 óráig osztják a fűtés támogatást, az úgynevezett fapénzt, valamint az energia kiegészítő juttatást az arra jogosultaknak a helyi adók és illetékek pénzügyi osztályán a Fürdő utca 7 szám alatt. Ezúttal a 2023-2024-es fűtés idényre igényelt novemberi-decemberi juttatásokat vehetik át az érintettek, valamint a novemberi és decemberi elmaradt óvodás értékjegyeket is. A 14 és 18 év közötti sportolók legrangosabb idei seregszemléjén a dél-koreai Kangwonban megrendezett 4. téli ifjúsági olimpiai játékokon mérettette meg magát sífutásban a gyergyószentmiklósi ISK sportolója Pál Boglárka. A szintén gyergyószentmiklósi János István edző irányítása alatt a román sífutókeret másik versenyzője a férfiaknál Stefan Gergel volt. A versenyszámokat követően a két fiatal szerephez jutott az ifjúsági olimpiai játékok záróeseményén is. Ők voltak Románia zászlóvivői. Hétvégén érkezett haza a dél-koreai Kangwonban megrendezett 4. téli ifjúsági olimpiai játékokról Pál Boglárka, aki egy 49. és egy 47. helyet tudott megszerezni a sífutók sprint próbáján, illetve a klasszikus stílus 7,5 kilométeres versenyszámban. Jánosi István, a romániai sífutó válogatott edzője érdeklődésünkre elmondta, jó hóviszonyok között, de nehéz pályán zajlott az 1500 méteres sprint próba. A hőmérséklet -9-10 Celsius fokos volt, azonban Boginak sikerült mindent kiadni magából. Úgy éreztem, hogy amúgy eléggé meg tudtam szokni az ottani időt, vagy az időzónát. Habár nem volt elég sok időnk, már 3 éjszakánk volt, vagy 4 ezelőtt, de el tudtam aludni, és ki tudtam pihenni magam. A pályán is tudtunk menni azelőtt, hogy a verseny elkezdődött volna, vagyis hogy az előtti napokon is. Úgyhogy elég jó volt, és hétfőn volt a sprint. És hogy én úgy éreztem, hogy megtettem, amit tudtam. Lehetett volna még egy kicsivel jobb, pár másodperccel, de megtettem, amit tudtam. És kedden volt a hosszú próba, az nyilván nehezebb volt, de ott is próbáltam kihozni magamból a legtöbbet.
János István edző elmondta, bár nem sikerült az első 31 közé bekerülni, mégis emelt fővel zárták a versenyt, hiszen több olyan ország sportolóját sikerült leelőzni, akiknél ennek a sportágnak nagyobb hagyománya van, mint nálunk. Bár a kinti körülmények jók voltak, azért az sem elhanyagolható, hogy míg más csapatoknál a versenyzőket egy egész technikai stáb kísérte, addig a román sífutóknál minden feladat az edzőre hárult. Amiért mentünk, az összejött, mert tulajdonképpen kell tudni, hogy itt egy nagyon erős mezőny van, tehát minden országból legjobbak vannak ott, tehát ez sokkal erősebb, mint például egy világbajnokság, és az, hogy középmezőnyben ott lennek, azt jelenti már vagy valaki. Tehát sok olyan országot is vertünk meg, akiknél a sífutás azért sokkal jobban otthon van, mi például nálunk. Hogy a célkitűzésünk egy első 30 helyezés nem jött össze, annak vannak technikai okok, vannak taktikai okok is benne. Ebből tanultunk azért, mert itt már mondtam, hogy tulajdonképpen egy személyben képviseltem az egész staffot. Ez így nem megoldás tulajdonképpen, mert hogy edző legyél, vakszoló legyél, létszett a sportolóiddal próbáltassad, kirángasd őket a hotelből sokkal korábban, mint más sportolókat. Tehát ez mind valahol megbosszulja magát. Ami nagyon szenzációs élmény, hogy a klasszikus stílusban jobb eredményt értünk el, mint a korcsa stílusban. Tehát örökké azt tudjuk, hogy a klasszikus az egy picit nehezebb próba, hosszabb táv is, meg ott kicsit a vakszorra is jobban oda kell figyelni. Én úgy gondolom, hogy ezzel az eredménnyel elégedettek lehetünk. A válogatottnak a versenyzés mellett volt lehetősége egy kicsit megismerni Dél-Korea azon részét, ahol az olimpiai játékokat tartották, és sikerült más sportágak versenyeire is eljutni. Bogi számára ez a megtapasztalás egy örök élmény marad. Azelőtt, hogy kimentünk volna, engem nem nagyon érdekelt ez az ország, viszont most úgy vagyok vele, hogy biztos, hogyha még lesz lehetőségem, akkor el szeretnénk menni, mert nagyon megtetszett, és nagyon kedvesek voltak az emberek is, segítőkészek, és biztos, hogyha lesz lehetőségem, meg akkor visszamegyek, és nagyon szép emlék volt. A román sífutó válogatottat az a megtiszteltetés érte, hogy a dél-koreai Gangwon-ban megrendezett 4. téli ifjúsági olimpiai játékok záró ceremóniáján is szerephez jutottak, hiszen ők vitték Románia zászlaját. A hazautazást követően most még pár napos pihenés vár a sífutókra, azt követően újabb hazai és nemzetközi versenyre készülnek, elsőként az országos bajnokságon kell majd teljesíteni. Konstancán játszott vasárnap a Gyergyószentmiklósi ISK VSK a férfi kosárlabdaliga 1-es csoportjában. A vendégek a záró negyedben olyan arányú pont különbséget gyűjtöttek be, hogy nem volt kérdés a gyergyóiak győzelme. A hétvégén két mérkőzés is vár a csapatra, az ellenfeleket Gyergyószárhegyen fogadják. Izgalmasan kezdődött a Gyergyószentmiklósi ISK-VSK férfi kosárlabda mérkőzése a konstancai Csesemek 2 együttese ellen. A tengerparti településen játszott találkozón nem tudtak nyomban elhúzni a gyergyóiak, sőt hátrányba is kerültek, később azonban mind több pontot gyűjtöttek, így nem volt kérdés a győzelmük. Nagyon örventünk ennek a mérkőzésnek, mert sajnos egy olyan héten vagyunk túl, hogy rengeteg sérültünk volt. Még viccesen mondtam, hogy kedden még én is be kellett álljak, hogy bár egyszer tudjunk ötöt ellen játszani. Sok sérülés, betegség tarkította a felkészülést erre a hétre. Na de úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos mérkőzés sikerült megnyerni, mármint a továbbjutás szempontjából is, ami egy picit bosszantó, hogy örökké mások ellen nem játszanak a nagy ágyuk, tehát a jobb játékosok az első ligából. Ugye ez voluntárral is megtörtént, hogy ellenünk ötön játszottak le, más ellen nem igazán. Most talán csütörtökön volt egy mérkőzése Konstancának az AS Bukaresttel, és ott kikapott simán. És néztük, hogy nincs senki, a három legjobbjuk nem játszott, na de ellenünk mind a három játszott, úgyhogy nem volt könnyű. És az első negyedben egy fej-fej melletti mérkőzés volt, tehát egy adok-kapok játék volt, aztán második negyedben egy pár hibát követően megugrottak, tehát Konstanca elhúzott, talán volt egy 8-12 pontos ilyen rányjuk, tehát ugye amikor elmentek, és 34-ben nem sikerült csak egy minimálisat csökkenteni az előnyt. Aztán ebben a szezonban azt hiszem a legjobb negyedet produkáltuk, mert 32-8-ra nyertük a negyedik negyedet,
és evel lett egy 15 pontos előny, ami azt eredményezte, hogy megnyertük a mérkőzést. Az utolsó játékrészben olyat hajráztak a Gyergyószent Miklósiak, hogy összességében 15 pont előnyt halmoztak fel a konstancaiak ellen. A vezető edző szerint mindenki hozta a formáját, és ennek is köszönhető, hogy sikerült nyerni, és a szezon legjobb negyedét produkálni. Az első negyedekben is nagyon figyeltünk a védekezésre. Ami minket meglepett, amikor ők beálltak zónába, a zónavédekezésbe, akkor volt egy pár olyan döntésünk, ami azt eredményezte, hogy nem dobtunk kosarat, eladott labdáink lettek, de mindig nagyon probléma az volt, hogy nem értünk vissza a védekezésbe, tehát gyakorlatilag lerohantak minket. És utána sokkal fegyelmezettebbek voltunk, tehát ha hibáztunk is, vagy kimaradt dobás, ami ugye természetesen benne van, akkor visszaértünk, ez volt az egyik kulcs. A másik az, hogy a védekezésben jobban oda tettük a csontot, tehát jobban odafigyeltünk, hogy ne kapjunk olyan dobásokat, amit esetleg nem próbálunk meg zavarni, tehát ne legyenek tiszta dobások. És a másik az, hogy nagyon felnőttesen játszottunk, tehát odafigyeltünk, csapatjáték volt, ment a labda körbe, és ami legfontosabb az, hogy ami az első két negyedben nem jöttek össze a távoli dobásaink, azok a három pontosok mind-mind bementek a negyedik negyedbe. Mondtam is a fiúknak a szünetbe, ott külön elbeszélgettem, vagy hárman négyenükkel, hogy na, ne törődj avval, hogy te most négyet kihagytál, mert többivel fog menni, és akkor hozta mindenki a formáját, hál' Istennek. A Gyergyószent Miklósi ISK VSK 88-73-ra győzte le a konstancai csapatot. Bodó Tamás 23, Lokodi Mátyás 20, Matevsz Magusár 19, Zerkula Zoltán 12, László Tamás és Raúl Olárió 4-4, Barabás Gergő, Csillag Előd, Seres Lajos 2-2 pontot szerzett. A hétvégén két mérkőzése is lesz a csapatnak. Gyergyószárhegyen, szombaton a Marosvásárhelyi, vasárnap a Voluntári együttesét fogadják. Vannak sérült játékosok, és a vezetőedző igyekszik azoknak is játék lehetőséget adni, akik a szezonban még keveset szerepeltek mérkőzésen, ezúttal is számítanak a szurkolók biztatására. Híreink végén megköszönöm a figyelmet, friss hírekkel szerdán is várom önöket a képernyők elé, viszontlátásra. Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak. Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.